És akkor lássuk, hogy mi van a 22 mentőállomással. Ugye volt, ahol csak az alapkövet rakták le, máshol az alapozásig jutottak. Holott az épületek novemberig mindenképpen át kellene adni. A csúszásról az egészségügyi államtitkárságot és a mentőszolgálatot is megkérdeztük persze. Rédli Balázs összefoglalója. Ez nem egy félre sikerült úszómedence, hanem az alalövői mentőállomás helye. Még 2005-ben jelentette be a kormány, hogy felépül, aztán ennyi lett belőle. 2012-ben uniós pénzt nyertek rá, és neki fogtak az építkezésnek, de római és középkori falmaradványokat találtak, és abba hagyták. Így helyezkedik majd el a területen a hamarosan épülő mentőállomás. A földmérők dolgoznak a Sárospataki mentőállomás helyén is. Éppen a hétvégén csinált riportot erről a helyi tévé. A mentők képtelenek 15 perc alatt a helyszínre érni, ha a bodrok közből vagy a hegy aljáról kapnak riasztást. Ezért kell ide egy mentőállomás. Most már jól látszik, hogy véletlenül minél hamarabb szeretnék elkezdeni az országosan zajló fejlesztési programot. A szakadó hó ellenére is dolgoztak délután Abán. Itt már szerkezetkész az épület. Valamikor tavasszal fejezhetik be. Tavaly júliusban tették le az alapokat. A magyar egészségügyi rendszert biztos alapokra helyeztük. Pedig a miniszterelnök már a kampányban arról beszélt, hogy ezek a fejlesztések már készen vannak. 22 új mentőállomást építettünk, és 60 új mentőállomást újítottunk meg. 200 új mentőautót állítottunk szolgálatba. A mentőszolgálat fejlesztésére 2009-ben nagyjából 11 milliárd forintos uniós pénzt kapott Magyarország. A beruházásokat novemberig be kell fejezni, mert ha nem, a pénz elvész. Az önkormányzatok mindenhol ingyenes telket adtak a mentőállomások felépítéséhez, de az ígért 22 bázisból csak egyetlen egy készült el, Bátaszéken. Ígérték még 60 meglévő épület felújítását, ebből 13-mal végeztek, és a határidő közeleg. A késlekedésről megkérdeztük az egészségügyi államtitkárságot, Onnan a mentőszolgálathoz irányítottak minket. A tavaly kinevezett főigazgató nem vállalta az interjút, ahogy az elődje sem. Levélben annyit írtak, hogy a program ütemezetten halad, és a megvalósulás idején november. Arra már nem válaszoltak, hogy tudják-e tartani. Hozzátették, hogy beszereztek 178 mentőautót, és két új mentésirányító központot is átadtak. Réli Balázs, 724.